Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városismereti műsorunkat látják a következő 50 percben. Vendégünk és szakértőnk most is Váci Márk, történész, városkutató, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz Csilla, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy megint itt lehetek. Nem először fordul elő, hogy az ünnephez kapcsolódóan beszélünk Székesfehérvár értékeiről. Most is ez történik, hiszen itt a húsvét és a húsvéthoz köthető szakrális és egyéb emlékekről lesz szó. Milyen címet adtunk a mai beszélgetésnek, Márk? Nagy hét eseményei és a húsvét székesfehérvári alkotásokon. Most gyorsan puskáztam egyet. Mert hogy nem csak a húsvétról fogunk beszélni, bár alapvetően a fehérvári ábrázolások és alkotások ugye ehhez az ünnephez kötődnek, de kell beszélnünk azért a nagy hét időszakáról is. Ugye ez a virágvasárnappal kezdődő, és hát tulajdonképpen mondjuk a nagyszombat éjszakával záruló ugye a feltámadási szertartás, ami ugye a húsvét előestéjén megtörténik. Azért is gondoltam, hogy kezdjük a nagy hét eseményeivel, mert ugyan viszonylag kevés fehérvári ábrázolás köthető ezekhez, és képet nem is tudtam ezekről hozni, de mindenképpen érdemes ezeket is megemlíteni, hiszen a kereszténységben, nem csak a katolicizmusban, nagyon fontos szerepük van. Ugye a nagy hét egyik legfontosabb eseménye, ami tulajdonképpen már az úgynevezett Szent Háromnaphoz tartozik, az ugye nagy csütörtöknek az esemény sorozata, és akkor most itt a virágvasárnapról nem beszéltünk. Ugye a nagy csütörtöknek az esemény sorozatában egy kiemelkedő pont az utolsó vacsorának a szertartása, mondjuk így, amikor is ugye Jézus és a tanítványok ugye összegyűlnek egy helyen, és elfogyasztják közösen az utolsó együtt elköltött vacsorát, és ugye elhangoznak az úgynevezett szereztetési igék, ugye amelyek egyébként a szentmiséknek az úrfelmutatásában szintén elhangoznak, ugye kötött formában, nagyon röviden, ez az én testem, ez az én vérem. Ugye az eucharisztia, mint olyannak a megalapítása, ugye az oltári szentségnek a megalapítása, aminek ugye külön ünnepe van például a katolikus egyházban, ugye az úrnapja. Nagyon érdekes, hogy ez a húsvéttől azért viszonylag távol van, bármikor is essen a húsvét. Ráadásul a kiszámítása is a húsvéthoz kötődik, tehát ez is egy mozgó ünnep. Minden esetre ennek az utolsó vacsorának, mint eseménynek, ugye az ábrázolásait azért néhányat ismerünk. Ugye igazából ami itt kiemelkedik, az Júdásnak az árulása, a szereztetés igéi, mint olyan, illetve ugye Szent János apostolnak a megjelenítése Krisztusnak a jobbján, amit ugye nyilván a saját maga által írt evangéliumban az apostol ki is hangsúlyoz, és ő az, aki Krisztusnak az életét egyetlen tanítványként ugye végig kíséri, tehát egészen a haláláig végig kíséri. És aztán a többiek majd természetesen visszatérnek, de ő az, aki ott van még ugye a kereszt alatt is. És ugye ezután kezdődik igazából maga a nagy esemény, tehát a szenvedés történet az itt kezdődik tulajdonképpen, amikor ugye Júdás elmegy, hogy ugye megtegye a megfelelő intézkedéseket, és hogy aztán majd visszatérjen ugye a főpapi szolgákkal, akik elhurcolják Jézust. Ugye Jézus a maradék tanítványokkal, ugye a Getsemáni kertben található ez a hely, ahol összegyűltek, imádkozik. És aztán a tanítványok elalszanak, ugye vírasztaniuk kéne, Jézus egyedül marad, és ugye ekkor válik tulajdonképpen teljesen emberré. Ugye a katolikus hitben, meg egyáltalán keresztény hitben ez ugye úgy hangzik, hogy Jézus teljesen ember és teljesen Isten. És teljesen emberré ekkor válik, nem csak a vérrel verejtékezésben, aminek ugye megvan az orvosi magyarázata is ma már, tehát ezt már azért nagyon régóta kutatják, hanem abban az elhagyatottságban és abban a kétségbeesésben, ami kifejeződik az ő szavaiban, amikor azt mondja, hogy Uram, múljék el tőlem ez a keserű pohár, és a végén pedig azt mondja, hogy de legyen meg a te akaratod. Ő nem akarja ezt a kínszenvedést, nem az, hogy az élete árán, hanem hogy a kínszenvedése árán kelljen megváltani az emberiséget, hiszen ő ezeket a kínokat ugyanúgy átéli, mint bármelyik ember, hiszen valójában ember, meg persze valójában Isten is. De megéri ezt neki meg kell tenni. Megéri a fájdalmakat, így van, ugyanúgy, mint bárki más.
fizikailag, lelkileg egyaránt, és ugye már egy megtört emberről van szó gyakorlatilag, aki ettől függetlenül nem tagadja azokat a vádakat, amikkel őt illetik, és hát nyilván ezeket pontosítja és magyarázza, de nem tagadja igazából. És ugye ez az ábrázolás, ennek a jelenetnek az ábrázolása található meg egyébként a legtöbb magyarországi evangélikus templomnak az egyetlen képén, ami maga az oltárkép, hogy ez a Krisztus az olajfák hegyén általában imádság közben pont ez a jelenet jelenik meg. Fehérváron ez nem így van, ott egy teljesen más ábrázolás látható. Ott igazából a kereszt látható, egy szürke, beton hatású kereszt, és rajta egy tövis koszorú, vagy tövis korona, ami ugye Krisztusnak a kínszenvedésére is emlékeztet, de tulajdonképpen a feltámadásra is, hiszen már csak a tövis korona van ott a kereszten, és ugye Krisztus nincsen. És azért nem mondjuk a Krisztus levételére emlékeztet, mert a tövis korona ott marad ugye még egy darabig a fején, és aztán elvileg azzal együtt temetik el. Tehát ez megjelenik, igaz, hogy fehérvári ábrázolása nincsen, ami ehhez kötődne, illetve még egy a kakasnak a szimbóluma, amire én szintén nem tudok fehérvári példát mondani, de a reformátusságban viszont nagy jelentősége van, és nyilván nem csak fehérváriak nézik ugye a műsorunkat, meg ezt az adást, tehát azért számos Fejér megyei református templomon ez a kakas ábrázolás például megtalálható, ugye a buzogánynak titulált betlehemi csillag mellett, ami ugye Jézus Krisztus, mint megváltó születésének a szimbóluma. Tehát ez a kakas, ez ugye ahhoz a jelenethez kapcsolódik, most bocsánat, hogy jelentekről beszélek, de hát gyakorlatilag ezek, amikor az ember olvassa a Bibliát, vagy hallja ezeket az eseményeket, akkor ugye ezek képszerűen, én úgy gondolom, megjelennek előttünk, főleg azután, hogy ugye már azért az 50-es évek óta ezt számos filmben is láthattuk. Tehát amikor a főpapi udvaron, a tömegben ugye Pétert megvádolják azzal, hogy te is az ő tanítványai közül való vagy. Ez megtörténik háromszor, és letagadja még azt is, hogy egyáltalán ismeri Krisztust. És ugye Krisztus ezt megmondta már neki korábban, amikor azt mondta Péter, hogy én követlek a halálba is, és azt mondta neki, hogy Péter, Péter, mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz megtagadni engem. Ő ezt nem hiszi el. És amikor harmadszor is megtörténik ez a tagadás, hogy nem én nem ismerem őt, abban a pillanatban szólal meg a kakas, hasad a hajnal, tehát ugye kezdődik a mi időszámításunk szerint, tehát mondjuk azt a keresztény időszámítás szerint ugye a pénteki nap, tehát a nagy péntek, valójában ugye a zsidó időszámítás szerint ez a péntek már elkezdődött napnyugtával. És ez a kakas, ez tulajdonképpen figyelmeztet az éberség állata, tehát ez, a keresztények éberen őrködjenek, a saját tetteik felett, az életük felett mutassanak példát, és ahogy a kakas hirdeti a hajnalnak a jöttét, meg az új napnak az eljöttét, úgy hirdessék a keresztények is a Krisztusban való hitüket, merjék megvallani. És hát nyilván emlékeztet azért Péternek a gyarlóságára is, hogy mi is gyarló emberek vagyunk, de ne féljünk megvallani a hitünket Krisztusban, és azt, hogy mi krisztusiak vagyunk, keresztények, ugye tulajdonképpen ezt jelenti az eredeti szó, amiből ez a keresztény kifejezés is származik, és ugye nem a keresztből származik. De ha már kereszt, akkor nyilván rátérhetünk a fehérvári ábrázolásokra. Ugye minden katolikus templomban, és most kizárólag a katolikus templomokról beszélek, megtalálhatók az úgynevezett keresztúti stációk. Ez ugye 14 jelenet Krisztusnak a kínszenvedésének. Krisztus kínszenvedésének 14 állomása. Tulajdonképpen 14 jelenete, és ugye ezek közül kiemelkedik a Golgota ábrázolás, ugye a megfeszített Krisztus a kereszten, a tulajdonképpen a húsvétnak ez a betetőzése, amikor ugye Jézus kileheli a lelkét a kereszten, tehát a földi élete megszűnik, és hát aztán majd a mennyei élet az jóval később kezdődik, ugye amikor felmegy a mennybe, de hát ugye még azért visszatér a mennybe menetele előtt. És ugye ez a Golgota ábrázolás, ez például a szemináriumi templomban két helyen is megjelenik. Egyrészt magában a templomban van egy festett fa Golgota ábrázolás, a 18. század második feléből, tehát a barokk időszakból, amikor egyébként a templom a virágkorát érte, és aztán az 1780-as években, ugye, amikor II. József feloszlatta a rendeket,
a magyarországi szerzetesrendeket, akkor ugye a kármelita rend is megszűnt, mint olyan Magyarországon, és polgári kezelésbe került a templom, úgy értve a polgári kezelést, hogy ugye az egyházmegye kezelésébe, a viszonylag fiatal egyházmegyének a kezelésébe, és ugye innentől kezdve már nem szerzetes rendi templomként működik. A papképzés, itt tudunk először képet is mutatni. Itt tudunk, igen, erről a festett fa Golgotáról. Erről egyébként egy archív fotót hoztam, Saj Gézának a Barokk Székesfehérvár című kötetéből származik. A 30-as években jelent meg ez a munka. Színesben egyébként megtekinthetjük természetesen a szemináriumi templomban, tehát ez most pont nem egy színes fotó. Gyönyörű részletes kidolgozású. De gyönyörű részletes, igen, tényleg, és látszik, hogy ugye részletessége is mutatja a barokk kort igazából, tehát maga a kora is ugye beazonosítható ez alapján. A másik az pedig egy freskó, ami a szeminárium, az egykori szeminárium épületében található, meg az oratóriumban. Ugye ezek az oratóriumok általában imatermek, templomoknak mondjuk az emeleti helyiségeiben lekerített külön főúri helyiségek, plébániákon is ugyanúgy megtalálhatók ugye ezek az imatermek, és ugye a templomhoz még általában egy sekrestje kapcsolódik, ahol pedig ugye a kegyszereket, a szertartásokhoz szükséges liturgikus öltözeteket és tárgyakat tárolják. Van, ahol például kifejezetten míves bútorzatban, szekrényekben. És az oratóriumban, a szemináriumnak az oratóriumában található meg Franz Anton Maulbercsnek ez a Golgota freskója. Ugye Maulbercset onnan is ismerhetjük, hogy egyébként a kármelita templomnak a freskóit ő készítette. Josef Steinhübelnek, a kolostor akkori perjelének, tehát vezetőjének a megrendelésére, és aztán természetesen a templomhoz kapcsolódó szemináriumban is készített festményeket, ezek közül a legkiemelkedőbb ez a Golgota freskó. Nem volt egyedi akkoriban, hogy német művészek dolgozzanak a székesfehérvári templomokban? Igen, hát a székesegyház, ami ugye az egyházmegyének a születésekor jön létre 1777-ben, válik ugye székesegyházzá, szintén osztrák-német származású festőnek a kezenyomát viseli. A Szent Imre templomról ugyanez elmondható, a Ciszterci templomról, ami ugye eredetileg jezsuita templom, majd a jezsuita templomnak a birodalomból való kitiltás után a pálosok használják, és aztán végül a ciszterciaknek a kezébe kerül meg az irányítás alá, és gyakorlatilag ők azok, akik aztán a mai napig is tulajdonképpen kezelik. Tehát a rend kezelésében és tulajdonában van. Ugye nekik van egy, a jezsuitáknak van egy faragó műhelyük, itt Székesfehérváron, a rendházon belül, ugye ez a ma a múzeumnak a rendház épülete, Szent István Király Múzeumnak a főutcán, tehát ugye egybeépülve magával a templommal, és egyébként ebben a rendház épületben van a mai napig is a ciszterci plébánia, ahol Brückner Ákos elődatya most már szegény egyedül, de még mindig hál' Istennek jó egészségben él. Tehát ebben a jezsuita faragó műhelyben készül a templomnak a berendezése, ugye a fa bútorzat, némelyik egészen festményhatású egyébként, vagy szoborhatású, tehát rendkívül jól sikerült. Nemzetközi hírű, főleg a sekrestjének a bútorzata, ami előtt egyébként egy 15-20 percet nyugodtan eltölthet az ember, és elmélkedhet előtte, csodálhatja, hiszen tényleg nemzetközi híre van, és elődatya, ha éppen ott tartózkodik, vagy akár a templom kapujából nézi a járókelőket, várja az ismerősöket, nagyon szívesen beinvitál bárkit, és megmutatja, elmondja a történetét. Ebben a jezsuita faragó műhelyben készült egyébként a feketesas patikának a berendezése, hiszen az is a rendnek a tulajdonában állt valamikor. És hát a bútorzat, az eredeti bútorzat az a mai napig is megtekinthető magában a patikában, tehát azt is érdemes mindenképpen megnézni. Elképesztő munkák, mindegyik csodálatos látvány. Menjünk tovább, hiszen a Golgota mellett a Kálvária is nagyon fontos része a húsvéti ünnepkörnek, és ugye Fehérváron, hogy a Kálvária sokaknak beugrik, hogy hol van, de kevesen gondolják, hogy nem mindig ott volt. Igen. Ugye a Golgota, ami ugye héberül koponya hegyet, illetve a héber szó, ami magyarul koponya hegyet jelent, ugye Kálváriának is nevezik, ugye a szenvedés hegyének, latinul ugye Mons Calvariae, egy olyan ábrázolásmód, ami ugye nem csak ezt a Golgota jelenetet tartalmazza,
hanem ezek a kálvária sorok, kálvária stációk tartalmazzák, ugye, amit már említettem, Krisztus szenvedésének, kínszenvedésének a 14 állomását, úgynevezett stációit. Ugye ez hagyományosan egyébként 7 stációra oszlott, a 7 legkiemelkedőbb jelenetet, akkor megint csak visszatérek erre a szóra, ábrázolta, és aztán ez egészült ki egyébként később a hagyományban 14-re. Fehérvárnak is volt egy ilyen 7 stációból álló kálváriája, ami az 1860-as években készült, és a Vásártéren állították fel, ez a sétatérnek, a promenádnak a vége, ugye a mai Zicsi-ligetnek a területéről van szó, 7 stációval készült a Havranek kőfaragó műhelyben, ami egyébként nem messze volt innen megtalálható, és ehhez készült egy Szent Háromság emlék is, ami 1955-ig állt egyébként ezen a helyen. Itt ugye még az evangélikus templom nélkül látható ez a terület a fotón, tehát ez a 30-as évek előtt készült. 1955-ben ez a Szent Háromság emlék elkerült ugye a mai Szent Sebestyén térre. Hát a hírek szerint Bori Jenő restaurálta, valószínűleg így is történt egyébként. Minden esetre itt állt ez a 7 stációból álló kálvária, amit végül is 1874-ben a mai Palotai útra helyeztek át, ugye a hosszú temető felé vezető sétányra, és ez 1897-ben egészült ki 14 stációra, 14 állomásra. Az áthelyezést, illetve a bővítést szintén a Havranek kőfaragó műhely készítette, és a Fejér megyei napló is megemlékezett egyébként 1897. október 16-i számában erről a felújításról, illetve bővítésről. Egészen pontosan arról adtak hírt, hogy másnap, tehát október 17-én avatják fel magát a kálváriát. Hogy miért pont októberben, erre egyébként én még nem találtam magyarázatot, hiszen ez minden egyes nagyobb egyház ünneptől azért meglehetősen messze. Van minden esetre, akkor minden szentekhez van közelebb. Lehet, igen, hogy a minden szentek itt, miatt. Itt jegyzem meg, hogy erről is van kép, mindjárt kollégáink megmutatják természetesen, hiszen a kálváriáról és a stációkról is hoztál archív felvételeket. Igen, és akkor érdemes egy nagyon picit elidőzni ezen a cikken, hogy mit is írtak tulajdonképpen ebben a tudósításban, ugye itt még jövő időben írja, hogy másnap majd megtörténik. Kálvária megáldás, ez a cikknek a címe. Holnap délután 3 órakor tartatik a Szent Háromság temető mellett lévő újonnan állított, illetőleg restaurált kálvária megáldása. Ugye ez azt jelenti, hogy a 7 stációt ugye felújították, és további 7-tel egészítették ki, tehát innen jön ugye az újonnan állított. A megáldást Faragó Aurél, aki erre meghatalmazást kapott, a Szentbeszédet Gremsperger István apát plébános tartja. A kálvária addig a korábban állított 7 stációból állt, most kiegészült újabb 7-tel. A restaurációt Simor Terézia úrnő, ugye Simor János herceg prímás bíborosnak a nővéréről van szó, Simor János volt az, aki a hosszú temetőnek a temető kápolnáját Hübner Nándor által ugye átépítette, az ő adományából készült ez az átépítés. Tehát Simor Terézia úrnő a katolikus ügynek mindenütt ismert mecénása végeztette 4000 forintnyi költséggel. Ugye ez 7 stációképnek az áthelyezése, illetve restaurációja, illetve 7 stációképnek az elkészítése és elhelyezése ezen a helyszínen. A stációházakat Havranek Lajos készítette, ugye az idősebb Havranek Lajosról van szó, kiváló szakavatottsággal és csínnel. A domborművű, művészies kinézetű képek méltóképpen tárják elénk az üdvözítő keserves kínszenvedését és halálát. Hát ez akár egy hirdetésnek, vagy egy programajánlónak is beillene, én azt gondolom. Nagyon szépen van megfogalmazva. Nem véletlenül, hiszen a Fejér megyei napló egyébként a Székesfehérvári Egyházmegye kiadásában jelent meg, és nagyon sokáig Bilkei Ferenc felsővárosi plébános volt a főszerkesztője. Tehát amit itt a képeken is láthatunk, illetve a stáció képekről is hoztam néhány közelebbi ábrázolást, ami mutatja, hogy ugye ezek hogyan is néznek ki. Gyakorlatilag ezekről az alkotásokról van szó. 1990-91-ben volt ezeknek egy nagy felújításuk, Búza Barna szobrászművész által, akinek különböző alkotásai egyébként nem csak fehérvári templomokban, de közterületeken is láthatók.
A stációk betonalapot kaptak azért, hogy alulról ne vízesedjenek, ugye megerősítették magukat ezeket a stációházakat is, hiszen nem éppen időtálló anyagból készültek, és aztán a legutóbb ugyancsak egy nagyon nagy felújításra volt szükség, amikor Kocsis Balázs restaurátor, szobrászművész, és még sorolhatnánk, készítette el ezeket a munkákat. A székesfehérvári szobor készítője és felújítója. Hogyne, hogyne. Sőt, én a napokban olvastam pont egy emléktáblája kapcsán, hogy Székesfehérvár szobrászai nagy kezdőbetűkkel. Méltán egyébként, én azt gondolom. És hogyha valaki a stációkról szeretne más képeket is megtekinteni, Székesfehérvár honlapján, vagy az egyházmegyei honlapon évről évre láthatja akár a megújulásokat, akár azt, hogy milyen állapotban vannak, hiszen ugye minden évben, nagypénteken, délután, ha jól emlékszem, 3 órakor, hiszen ugye hagyományosan délután 3 óra Krisztus halálának az időpontja, tartják ugye a városi nagy keresztúti ájtatosságot és körmenetet, ugye Spányi Antal megyés püspök atya vezetésével, amelyen a város papsága és a hívő közönsége vesz részt, ugye végigjárják ezeket a keresztúti stációkat, ugye általában nagypénteken vannak ezek a legnagyobb keresztútjárások, így Fehérváron is, illetve természetesen el lehet sétálni arrafelé, akár a hosszú temetőbe is betérni, és akkor közben megnézni ezeket a stációkat, tényleg érdemes. Székesfehérváron van olyan temető is, amely a Kálvária nevet viseli. Ez a Sörpince temető, ugye ott húzódtak valamikor a sörpincék, vagy még ismertebb nevén a Fecskeparti temető. És hogy miért is nevezik Kálvária temetőnek, ugye 1777 után nyitották, tehát amikor már Fehérvári Egyházmegye létezett, illetve Mária Teréziának megszülettek azok az uralkodói rendeletei, amelyek a város lakott területéről ugye a temetőket kiszorították. A felsővárosi plébánia kezelésében van egyébként, de városi tulajdonban. 1885-ben épült itt egy kálvária. Van róla egy légi fotó az 1920-as, 30-as évekből, sajnos ezt nem sikerült megtalálnom. Körülbelül másfél évvel ezelőtt láttam a közösségi oldalon, akkor nem mentettem le, és azóta meg nem sikerült megtalálni. Ami ezt a kálváriát még mutatja ott a temető mellett közvetlenül, ugye a kápolna az a Gerle utca felőli szélén található a temetőnek, hát nagyjából itt húzódott egyébként a kálvária is, azért hoztam ezt a képet. Ma már a partoldalt azt jelentősen levágták, tehát az a terület ma már nincsen egyébként, ahol valamikor a kálvária állt, de egyébként kálvária kápolnája van természetesen a temetőnek, amelyen az 1885-ben állított kálváriának az emléktábláját is elhelyezték, tehát legalább ennyi őrzi természetesen az emlékezetét. Hát a kálváriának a helyén pedig ma árok és út húzódik, úgyhogy ezt ma már nem láthatjuk élőben. Viszont a temetőkben vannak olyan síremlékek is, amelyek a húsvéti ünnepkörre emlékeztetnek bennünket. Ugye nagyon fontos tárgya a katolikus hitéletnek, különböző egyéb erekjék mellett a Szent Kereszt, mint olyan, ugye Krisztus keresztje. Ilyenkor el szokták mondani, hogy ezekből a darabokból nem tudom hány keresztet össze lehetne rakni, és a többi, és a többi. Nyilván nem mindegyik ennek a keresztnek a darabja. Ugye a Szent Kereszt feltalálásának ünnepe, az szintén egy külön ünnep egyébként a katolikus egyházban. Ez ugye Nagy Konstantin császár, édesanyja Ilona császárnőnek az életéből ered, amikor ő ugye megtalálta ezt a keresztet, és az ő legendájában ez megtalálható, és gyakorlatilag a Szent Kereszt az mindig is egy ilyen központi, kultikus tárgy volt, hiszen Krisztus kínszenvedésének az egyik eszköze. Ugye a tövis korona, a palást, és minden egyéb mellett, ugye Veronika kendője, amit a torinói lepellel szoktak általában azonosítani többek között. Na és ez a Szent Kereszt, ez például a sóstói temetőben is megjelenik, egyrészt a temetőnek ez a titulusa, ugye a temetőkápolna, amit Pauer János megrendeléséből a Havranek család épített, ráadásul az építész tervezője is egy Havranek volt, Havranek Ferenc, a két idősebb kőfaragónak a testvére. Tehát ez a Szent Kereszt temető, illetve kápolna nevet viseli, és ebben a temetőben az úgynevezett temetősor mellett, ami ugye a sóstóra visz minket tovább a hosszú sétatér meghosszabbításában, rögtön a kerítésnél található a Varga családnak a síremléke, és ezen pedig, ezen a kriptán egy mészkőből faragott egész alakos szobor látható, Krisztus a kereszttel.
Ugye itt láthatjuk, hogy Krisztus igazából ugye a vállának támasztja ezt a keresztet, tehát hordozza, mintha egy ilyen könnyű valami lenne. Tehát ugye ez nem a szenvedés történetnek a része, hanem ez már valószínűleg a feltámadott Krisztust ábrázolja, ugye magával a Szent Kereszttel, ami ugye nem csak a halálnak az eszköze, de a feltámadáshoz is fontos köze van, hiszen Krisztusnak ahhoz, hogy feltámadjon, ugye meg kellett halnia ezen a kereszten. Tehát ugye ez a feltámadás dicsőségét is hirdeti maga a kereszt, nem véletlen, hogy például a katolikus templomok, vagy az evangélikus templomok tornyát, ugye ez díszíti. Tehát ugye egyrészt utal Krisztusnak a halálára, másrészt utal Krisztusnak a feltámadására. Az üres kereszt pedig ugye egyértelműen a feltámadásnak a szimbóluma. Tehát amikor ugye nem feszületről, csak keresztről beszélünk. Tehát ez található meg a Varga családnak a síremlékén, Staudinger Mátyás süttői kőfaragó mesternek az alkotása. Süttő ugye híres kőfaragó település, és hogyha valaki ellátogat a település honlapjára, akkor ott a kőfaragó mestereket, családokat egyébként külön feltüntetik, hiszen tényleg egy nagyon fontos központ volt, sőt, még ma is az igazából, hiszen ma is élnek ott híres, neves kőfaragók, Staudinger Mátyásnak a neve szintén feltűnik ezek között, a nevek között. Hoztál képet még további síremlékekről is? Palotai úton a Szent Háromság temetőben, vagy hát hosszú temetőként ismerjük ugye általában, a Schmidl családnak a síremlékén jelenik meg a töviskoszorús Krisztusnak az alakja. Kis gipsz nyomatokban egyébként ezt nagyon sokszor láthatjuk különböző temetőkben. A déd nagymamámnak a sírját a Csutora temetőben ugyanilyen díszíti, nem profilból, és nem ez az alkotás, hanem ugye szemből, vagy tövis koronával, vagy tövis korona nélkül, ugye jellegzetes hosszú hajjal, szakállal. Itt a töviskoszorús, töviskoronás Krisztust láthatjuk, Schmidt Ferenc íbüldíjas építész, Székesfehérvár egykori városi műszaki főtanácsosa, illetve az ő családjának a síremlékét díszíti. Az öccse Schmidl Miklós kezének a munkáját dicséri egyébként ez az alkotás. Sajnos az alkotó nagyon fiatalon, 28 éves korában, 1932-ben elhunyt szobrász növendékként, tehát ekkor még nem volt szobrászmester, aztán sajnos ugye nem is lehetett, hiszen a halál elragadta, és ez az egyetlen ismert alkotása legalábbis a leszármazottak szerint, ami egyáltalán fellelhető az ő valaha készült alkotásai közül, tehát ez is ma a családi síremléket díszíti, és nem a családnak a gyűjteményében, egy vitrinben található, hanem egy olyan területen, ahol bárki megszemlélheti. Tehát ez nem csak a családtagoknak, de igazából Schmidl Miklósnak is emléket állít. Sokat emlegettük a keresztet, és hogy ne emlegetnénk húsvét kapcsán természetesen, és a kereszt megjelenik sok formában a városban is. Hát ugye nagyon sok kereszt és feszület található Székesfehérváron, hiszen eleve nagy a városnak a területe, ugye a különböző városrészek is előszeretettel állítottak saját kereszteket, illetve a régi forgalmas és a mai is forgalmas utak mellett is azért jó néhány ilyen kereszt megtalálható. Így például ugye a Széchenyi utcában már az aluljáró után, hogyha a városból jövünk kifelé, az úgynevezett Radványi papkereszt 1814-ben állították fel. Radványi János hagyatékának a kamataiból tudták ugye részben a költségeket fizetni, illetve részben a hívek adományaiból, amelyeket Pap Ferenc alsóvárosi lakos gyűjtött össze, tehát innen jön a Radványi pap kettős elnevezés. Felirata pedig a következő: Jézus mártíromságának eszköze, építetett Pap Ferenc szorgalmatoskodása által az egész község segedelmivel 1814-ben Holner Leopold bíró, Hell György polgármester idejékbe. Tehát itt ugye egyrészt megtudjuk, hogy mikor épült a kereszt, ki volt az, aki ugye a gyűjtést leginkább szorgalmazta. Sajnos pont Radványi Jánosnak a neve nem jelenik meg, aki ugye maga a hagyatéknak a birtokosa volt tulajdonképpen, vagy az alapítvány tevője. Viszont megjelenik ugye Holner Leopold vagy Lipótnak a neve, aki ugye a községnek a, mondjuk azt, hogy a hegybírója volt tulajdonképpen, hiszen egy szőlőterületről beszélünk, illetve Hell György polgármester, az egyik legkorábbi polgármesterre emlékeztető felirata egyébként ez Székesfehérvárnak, illetve a kereszt korát azt pedig mutatja az a koponya,
ami ugye a talapzatot díszíti, és egyáltalán a talapzatnak a kiképzése. Tehát, hogyha a felirat egyszer eltűnik innen, és már a könyvekben meg sehol nem lesz megtalálható, de még a kereszt állni fog, akkor azért a koponya alapján be lehet azonosítani, hogy ez a 19. század első felében készül. És a koponyáról is van képünk, a kollégáim mindjárt megmutatják ezt is, és akkor ezt is láthatjuk, ami ide köthető, amiről ugye szó is volt, és a koponya után tovább kell mennünk, hiszen további keresztek is vannak még a városban, amelyek igencsak figyelmet érdemelnek. Így van, hát ugye a belvárosnak is van egy jellegzetes keresztje, ezt főleg az érdekessége miatt hoztam ide. Ugye egyrészt 1956-os fotókon azért többször megjelenik, amelyek a belvárosról készültek. A belvárosi Szent Imre templomnak, vagy a Barátok templomának, ha így többen ismerik, a városháztéri homlokzatát díszíti, a városházával ugye nagyjából szemben található meg. Az eredetije 1892-ben készült, és az alkotónak Fadrusz Jánosnak a Kerepesi úti temetőben lévő síremlékét díszíti, és egy alumínium öntvény másolatot ajándékozott az özvegy Székesfehérvárnak 1942-ben. Ezt az alumínium öntvény másolatot pedig egy Konzi és Steiner asztalos műhelyben, tehát a Tobak utcában, itt Székesfehérváron készült keresztfára illesztették rá, és hát itt tulajdonképpen azért fehérvári eredete is van ennek az alkotásnak, és ezt helyezték el ugye a Szent Imre templomnak a déli oldalán. Érdekessége egyébként ennek a történetnek, hogy itt korábban is volt egy kereszt, méghozzá az úgynevezett Fellmayer kereszt, amit Fellmayer István kékfestőmester, és ugye az ő családja állítatott, és aztán 1888-ban és 1942-ben ez a Szent Sebestyén templomnak a Móri úti homlokzata elé került. Ugye a Havranek utca felől, illetve a Móri út felől is itt a templomnak a homlokzatán több ilyen kereszt látható. A legutóbbi felújítás során ugye az aranyozást azt visszakapta, és természetesen a felirat is ismét láthatóvá vált, ugye Isten dicsőségére 1888, és akkor ott van ugye a pontos dátum. És tartozott ehhez egy kis védőtető, egy kis háromszögletű védőtető, amit aztán végül is a templom felújítása során elbontottak, úgyhogy ma már nem látható. Ez is a keresztnek egyfajta jellegzetessége volt, talán ma már egy kicsit időtállóbb az anyag, azért is nem került vissza. Illetve visszatérve a városházára, hiszen most tettünk egy városházára és egyáltalán városháztérre, tettünk egy kis kanyart a Felsőváros irányába, de tulajdonképpen a Városháztérről indultunk ki. A Szent István Székesegyháznak a Városháza felőli homlokzatán is található egy alkotás, ami nem feltétlenül a húsvéthoz kapcsolódik, de mégiscsak egy feszületről van szó. Ugye elsősorban a kereszt az, ami hangsúlyosan látszik, ugye meglehetősen kitekert alakban, tulajdonképpen Krisztusnak és a keresztre feszített embereknek azt a nagyon kitekert pózát próbálja talán visszaadni. Mégse egy hagyományos ábrázolás. Nem egy hagyományos ábrázolás, és egy vésett korpusz, tehát a fába vésett korpusz található rajta, ugye nem domborodik ki, nem ugrik előre, a fába vésődik, gyakorlatilag mélyen bele ivódik szinte. Ugye az utóbbi években ezt egy újabb emléktáblával is ellátták az 56-os hősök és áldozatok tiszteletére, hiszen az 1956-os feszületről van szó, Nagy Benedek alkotása 1992-ben készült, és ugye amikor én ezeket a képeket állítottam össze, és egyáltalán gondolkodtam azon, hogy miről érdemes beszélni, azért gondoltam, hogy idehozom, mert ez egy nagyon, számomra legalábbis nagyon megkapó alkotás. Nagy Benedek alkotásai közül az én szememben legalábbis kiemelkedik mindenképpen, pedig számos nagyon jó alkotása van egyébként Fehérváron, én csak jókat tudok említeni. És amikor erről az 56-os keresztről írtam egy nagyon rövid kis összeállítást, akkor eszembe ötlött Márainak egy vagy talán másfél sora, a Mennyből az angyal kezdetű verséből, amit ugye néha címként is szoktak neki adni, ez egy 56-os vers, ugye. Más lógafán, nem cukorkák, népek Krisztusa Magyarország. Itt van, itt láthatjuk. Nem tudom, hogy Nagy Benedeknek megfordult-e a fejében ez a másfél sor. Én valószínűleg tartom, hogy erre is gondolt többek között, erre a népek Krisztusára.
Magyarországra, ami ott lóg a fán tényleg, de örök időkre belevésve ott van. Nem véletlen, hogy minden október 23-a környékén koszorúzás is van ennél a keresztnél megemlékezésként. Menjünk tovább a Szent Imre templomra. Igen, térjünk be a templomba, hiszen a templomon belül is vannak olyan ábrázolások, amelyeket mindenképpen érdemes megmutatni. A kórus alatti előcsarnokban Lór Ferencnek a freskója látható, amely egy korpuszt ábrázol. Ez alapvetően egy neobarokk ábrázolás egyébként, talán látható ugye a képen is. És két oldalán pedig ugye Szűz Mária, illetve Szent János evangélistának az alakja jelenik meg. Ugye a jellegzetes Golgota ábrázolások azok általában úgy szoktak kinézni, hogy ugye Krisztus a keresztfán, és akkor a keresztövében pedig ugye Szűz Mária, Mária Magdolna, illetve ugye Szent János apostol, aki ugye a János evangéliumának a szerzője, írója, aki ugye az utolsó mondatban azt írja, hogy tanúskodik arról az, aki ezt látta, ugye a szeretett tanítvány, ő maga Szent János apostol, és hát János evangéliuma tulajdonképpen ezzel a mondattal zárul, Krisztusnak a halálával és a Golgota jelenettel, tehát ebben a feltámadás már nem jelenik meg. Mégis talán ez a legemberibb evangélium az összes közül, hiszen a legkedvesebb tanítvány írta, aki Krisztushoz a legközelebb állt, és aki Krisztus jobbján jelenik meg például a már említett utolsó vacsora ábrázolásokon is. És szintén ebben a templomban láthatók ugye különböző barokk mellékoltárok, bal és jobb oldalon egyaránt, két keleti kápolnában, a második baloldali oldal kápolnában. Az oltár fölött nem egy szobor, hanem egy festmény látható. Hát kiegészült persze egy Szent József szoborral is, de alapvetően itt a fájdalmas anya ábrázolását láthatjuk. Ugye a keresztről levet Jézust tartja az ölében, ugye ez a jellegzetes piéta ábrázolás, amit ismerhetünk szobrokon, festményeken egyaránt. Tehát ez a festmény a Szent Imre templom, vagy a Barátok temploma egyik oldalkápolnájának tulajdonképpen az oltár képe. És ismét gyönyörű kidolgozásról beszélhetünk. De a következőkben még mindig vannak képek, amelyeket érdemes megmutatni, de talán újra temetőben visz bennünket? Igen, igen. Én próbáltam nagyjából valamilyen logikai sorrendben haladni, ahogy ugye a nagy hét eseményei következnek, és a húsvét eseményei egymás után. Itt már ugye igazából Krisztusnak a halála bekövetkezett, és tulajdonképpen ugye a gyász időszaka következik, ugye egészen húsvét vasárnap reggeléig, amikor is ugye a tanítványok üresen, illetve először az asszonyok, aztán a tanítványok üresen találják a sziklasírt. A térdelő Madonna alakja egy nagyon érdekes helyen jelenik meg, a sóstói református temetőben. Szerintem nagyon kevesen gondolnák, hogy egy Mária szobor megjelenik egy református temetőben. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, hiszen igaz, hogy a protestantizmusban, tehát így többek között a református egyházban, nem szeretem vallásként emlegetni, hiszen a vallás az maga a kereszténység, és ennek vannak különböző irányzatai, felekezetei. Tehát a reformátusságban ugye Szűz Máriának és a szenteknek a kiemelt tisztelet ugye nem létezik. Különböző megfontolásokból. Most ebben nem menjünk bele, hogy ennek milyen teológiai és egyéb okai vannak. Ugye ez bibliai értelmezésből fakad alapvetően. Viszont Szűz Máriát, mint Jézus Krisztusnak az édesanyját természetesen a reformátusok és a protestánsok is tisztelik. Egyértelműen Krisztusnak az édesanyjaként. És ennél nem mennek tovább. Tehát a református temetőben látható ez az alkotás, Baracskai Szűcs Jenőnek, Fejér vármegye nyugalmazott alispányának a síremlékén, és egyébként a családtagjai is itt nyugszanak. Baracskai Szűcs Jenőnek a fia, akit szintén Jenőnek hívtak, tüzérszázados, a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője volt, és ez a Baracskai Szűcs család egyébként Zala vármegyéből származik, 1753-ban, ha olvashatunk róluk először Fejér vármegyei vonatkozásban. A család tagjai közül Lajos 1826-ban Fejér vármegye főszolgabírája lett, 1832-ben első alispánja, majd 1832-36-ban a pozsonyi reform országgyűlésen a vármegye országgyűlési követe volt. Baracskai Szűcs Jenő édesapja,
Adolf 1868-69-ben volt Fejérvár megye alispánya, tehát elég magas tisztséget töltöttek be ezek a családtagok, és még két érdekesség mindenképpen ide kívánkozik, a Baracskai Szűcs családhoz, egy másik ágáról van szó, Jókai Mór anyai nagyanyja Baracskai Szűcs Erzsébet volt, Kandó Kálmán apai nagyanyja pedig Baracskai Szűcs Klára. Tehát azért bizony nekik is van, ha nem is fehérvári kötődésük, de azért a Baracskai Szűcs családhoz mindenképpen kötődnek ők is. És ugye az alkotás egy térdelő madonnát ábrázol, féltérdre ereszkedik, bal kezét a mellkasához szorítja, jobb kezét pedig oldalra kitárja, és ugye a mozdulatai és az arca is egyaránt ezt a fájdalmat, szomorúságot tükrözik. És ez a bronzból készült alkotás egyébként Jálics Ernő szobrászművésznek a munkája, amelyet Krausz Ferenc öntött bronzba 1929-ben Budapesten. Ez is egyébként az alkotáson megtalálható. Tehát, hogyha valaki arra jár a sóstói katolikus temetőben, ha már a Varga családnak a síremlékét megnézte, vagy bejárta a temetőt, akkor érdemes átmenni az útnak a túloldalára, és megnézni a református temetőt. Nem csak emiatt, a síremlék miatt egyébként. Mielőtt a húsvét hétfőt érintő népszokásokról beszélnénk, még van olyan kereszt és koponya, amelyről hoztál fotókat? Igen, és ez már valamennyire azért érinti mégiscsak a húsvét hétfőt, a feltámadásnak az ünnepét, bár ugye a húsvét vasárnap maga a feltámadás ünnepe, de Fehérváron a húsvét hétfő is fontos ünnep, főleg a Felsővárosban. A csutora vagy feltámadás temetőnek a régebbi temető keresztje, a temetőnek a központi területén található. Megérkeztünk abba a temetőben, ami a legközelebb áll hozzád, és igen, amit a legjobban ismersz. Megérkeztünk ide. 1777 után nyitották magát a temetőt, ahogy ugye a legtöbb külvárosi temetőt egyébként Fehérváron, és valamikor a 19. század első felében készülhetett legkésőbb ez a kereszt. Ugye egyrészt láthatjuk ezt a Krisztus ábrázolást, ami hát azért napjainkra már nem igazán így néz ki. Ugye az, hogy kőből faragott és festett, arra még azt mondaná az ember, hogy rendben van. Hogyha megnézzük a talapzatnak a kiképzését, ugye eleve a képmező körüli díszítést, illetve láthatjuk itt ugye a koponyát és a csontokat, hát ezek egyértelműen egy 18-19. Századi ábrázolások, leginkább ugye a 19. század első felére tehetők, vagy a 18. század végére. Tehát a temető megnyitása után nem sokkal létesítették valószínűleg ezt a mindenki keresztjét, és ugye jóval újabb alkotás található egyébként a Berényi út felüli bejáratnál, de ez a temetőnek ma is a központi kereszt, és hát hál' Istennek vagy szerencsére ma is jó állapotban van, többször restaurálták természetesen. És ezt már köthetjük a népszokásokhoz? Ezt már valamennyire köthetjük a népszokásokhoz, hiszen ugye a temetőnek is, illetve a benne található kápolnának ugye feltámadása neve, tehát a húsvét ünnepéhez kapcsolódik. Ugye a feltámadás temető kápolnáról, amiről szintén hoztam képeket, ma már szinte bizonyosan tudhatjuk azt, Csutin és Ler Erzsébet Böbe kedves barátunk kutatásai alapján, hogy Iblő Miklós volt a tervezője, ugye az építész, a fehérvári származású építész. Az édesapjának a síremléke, hogy Böbe írta a néhány cikkében, néhány asszony lépésnyi távolságban található a kápolnától, és egyébként itt a kápolna mellett nyugszik többek között Kuti Márton, egykori felsővárosi plébános, Bilkei Ferenc, akinek a nevét már ugye említettem, szintén felsővárosi plébános, akinek az idejében egyébként a vízivárosi Jézus szíve templom is épült. Ez egy másik híres építészünk, szobrászművészünk, Bori Jenőnek a nevéhez köthető, illetve Fábián Gáspárhoz, akiről már szintén beszélgettünk. És itt van többek között Kálmán János plébánosnak a síremléke is, akinek az idejében pedig maga a temető kápolna épült. És mivel ugye az idősebb Ibl Miklósnak a síremléke nagyon közel található ez a kápolnához, időben pedig gyakorlatilag ott vagyunk, hogy Ibl Miklósnak az aktív tervezői munkásságára esett ez az időszak, így és a különböző stílusjegyek alapján is természetesen ma már szinte 100%-os bizonyossággal állíthat, hogy ő volt a tervezője. És ugye ennek a kápolnának
a búcsú napja, a húsvét hétfő. Ugye azt szoktam mondani ilyen egyházi ünnepek kapcsán, meg szerintem nagyon sokan tudják, hogy az egyházi ünnepeknek az első napja, ugye a kiemelt egyházi ünnep, és a második napja, ha nem is hétköznapnak számít, de nem annyira kiemelkedő. Így ugye a húsvét hétfő, ami ugye azért hagyományban mégiscsak a locsolkodásról szól, ugye ebben is azért az újjászületés, mint olyan megjelenik természetesen, hogy ez a ne hervadjanak el a lányok. Itt a feltámadás fontos ünnepe a Felsővárosban, hiszen a Szent Sebestyén templomtól, tehát a Felsővárosnak a plébánia templomától indultak egy jó néhány évtizeden, sőt, szerintem több évszázadon keresztül a temetőbe, kifejezetten a temető kápolnába ezek a feltámadási körmenetek, zászlókkal, keresztekkel, gyertyákkal, ahogy általában ugye egy körmenet zajlik, ugye az oltári szentséget vitte ugye magával a pap a baldahin alatt, ugye ezt a baldahint általában négy rúd tartotta, ezeket azért kellett cipelni. Én voltam ilyen baldahin hordozó szabadbattyámban, amikor csak a templom körül mentünk, illetve a templom körüli parkban, az sem egy egyszerű, amikor egyáltalán ki kell hozni a templomból, meg utána visszavinni. Tehát annak is megvan a megfelelő logisztikája, és ezt bizony voltak olyan erős fiatalemberek, vagy egyházfiak, attól függ, hogy ki, mikor ki hordozta, de hát ugye azért mégiscsak felsővárosi parasztemberekről, meg polgárokról van szó, akik edzettek voltak, akik a felsővárosi plébánia templomtól ezt elvitték a temetőig, nyilván körmenetben, tehát azért nem egy séta tempóban, de mégse egy futó tempóban, de nem egy temetési menetnek a sebességével, és utána ugye az ünnepi és körmenet, miután megtörtént itt az ünnepi szentmise, magában a kápolnában visszavonult ugyanezen az útvonalon, ugye a Szegfügyula, mai Szegfügyula utca Berényi út útvonalon a Szent Sebestyén templomba. Tehát azért ez egy nem akármilyen edzés volt nyilván, és egy nem akármilyen esemény. A 60-as években még zajlottak ezek az ünnepi körmenetek, én Botos Józseftől hallottam néhány évvel ezelőtt, aki ugye a városunknak jeles alakja, és egyébként a fehérvári népszokásoknak, meg a társas életnek is egy jeles kutatója, hogy ő még minisztránsként vitte többek között a keresztet, vitt zászlót, vitt gyertyát minisztráns ruhában, hát bizony a templomtól a kápolnáig, és aztán vissza ebben a körmenetben, és biztosan sokaknak vannak még egyébként ehhez kapcsolódó emlékeik. Egyébként Székesfehérvár városának jellemzője, amit a Felsőváros című műsorban is emlegettünk, hogy ha igazi népszokások Székesfehérváron, akkor azok a Felsővároshoz köthetők, és azért ezek a locsolások igencsak nagy történetek voltak, és nagy jelenetek. Igen, hát ugye, ha végignézzük az egyházi évnek az eseményeit, akkor kezdhetjük mondjuk a farsangtól, és aztán ugye eljutunk a húsvétig. Ebben a paraszti elővárosi környezetben maradtak meg gyakorlatilag ezek a szokások talán a legtovább. Ugye az alsóvárosban is azért nyilván éltek ezek a szokások, de ott például nem volt olyan templom, amihez ezek kötöttek volna, ott a temetőjárásoknak a szokása maradt meg nagyon sokáig, itt pedig ugye a templomhoz és a temetőhöz kötődő szokások, meg egyáltalán az, hogy nagy tömegben ugye jelentős részvétellel zajlottak ezek az események, és ugyanúgy, ahogy ugye a farsangi fogadalmi szentmise után ugye a templom előtti téren a fánkot elfogyasztották például, meg a forralt bort, és ugye beszélgettek, bár általában ezek a vasárnapi szentmisék után is ugye így zajlottak, természetesen a körmenet után is ugye visszatértek a templomba, véget ért a szertartás, kivonultak a templom elé, és ugyanúgy folytatódott egyfajta társasági esemény, és hát bizony a felsővárosi lakosságnak a színe java ott volt, nagyon sokan részt vettek ezeken az eseményeken, valószínűleg nem véletlen, hogy a templom előtt ekkora hatalmas nagy tér van most is. És ezzel műsorunk végére értünk. Nagyon szépen köszönöm Váci Márknak most is ezt a sok érdekes információt, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk tartottak. Városrészek titkai című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra!